Mennyi pénzből gazdálkodnak, vagyis gazdálkodik jövőre szabadkait? gondolok ugye a bevételre és a kiadásra is. Szabadka város költségvetése a jövő évben 7,98 milliárd dinárt tesz ki. Ez körülbelül 500 millió dinárral nagyobb összeg, mint az idei évi. Elsősorban a jövedelmek azok folyó bevételek és visszaszármaztatott jövedelmekből tevődik össze. Egy rész az idei évben nem elköltött jövedelem is átkerül a, a jövő évbe, ez körülbelül 124 millió dinár. A folyó bevételek és a visszaszármaztatott bevételek összege ez teszi ki a legnagyobb bevételt, ez körülbelül 5,3 milliárd dinár. Ez abból tevődik össze, hogy Szabadka város területén dolgozó emberek után befizetett adó az 10 os és annak a 77 a visszakerül a város költségvetésébe. Ezen kívül transfereszközök is befolynak majd a jövő évi költségvetésbe. 1,3 milliárd dinár összegbe fogunk Belgrádtól és Újvidéktől transfereszközöket kapni, főleg például az egyik legnagyobb bevétel ezen belül a vagy összeg a Szabadkai Népszínház folytatására szánt összeg 660 millió dinár 330 a tartományiból és 330 millió dinár a köztársasági költségvetésből folyik be. Ezen kívül 500 millió dinárt terveztünk földterületek eladásából. A kisbajmoki vámszabad övezetben szeretnénk földterületeket kiárusítani, illetve a kaszárnyák egy részét is el szeretnénk adni, valamint 500 millió dinár kölcsönt is fel fog venni a város annak érdekében, hogy a nagy projektjeit a jövő évben, amit csak tud, ezt be tudja fejezni. Ezek a bevételek, amivel majd számolni fognak, és a kiadások. A kiadások ugye elsősorban a gazdasági titkárság kiadásáról szeretnék beszélni. Négy eu projektunk van. Az egyik az Artnov, az Városrehabilitációs Program keretében egy városmakhoz tartozó nyolc szecessziós épület homlokzatát fogjuk megújítani. Ez kb. 10 millió dinár. Szabadka-Eszék szecessziós idegenforgalmi útvonalának projektjén belül a Városháza felújításáról szóló tervdokumentációt fogjuk kidolgozni, ez 38 millió dinár, van két nagy IPA projektünk Magyarországgal, az egyik az Optibike projektum, amely 88 millió dinár, a Palicsi Magyar Művelődési Ingatlan Ház felépítése 98 millió dinár, különböző kommunális fejlesztésekre szánt összeg, szintén a gazdasági titkárságon belül valósul meg, 40 millió dinár összegben, ez önrészt jelent, azt jelenti, hogy ebből a pénzből körülbelül jövőre 100-150 millió dináros kommunális infrastruktúrát tudunk fejleszteni. Nagyon fontos, hogy például a kommunális titkárságon belül új autóbuszokat szándékozunk majd vásárolni 30 millió dinár összegben, de ahogy említettem, van két nagy projektunk, az egyik a Szabadkai Népszínház építésének a folytatása, az 775 Millió dinár értékben, 95 millió dinárt a Szabadka város saját forrásból fog biztosítani. Erre a forrást a költségvetés a kölcsönből fogja előteremteni. A másik ilyen nagy projektumunk a Palicsi Wellness fürdőközpontnak a felépítése. Ennek az értéke 698 millió dinár, 198 millió dinárt a Szabadka városa költségvetésből biztosítsa 250 millió dinárt kölcsönből, illetve 250 millió dinárt fogunk biztosítani Belgrádból és az újvidéki tartományi költségvetésből. Mit vettek figyelemben a költségvetés kialakításánál? Költségvetés kialakításánál nagyon fontos volt számunkra, hogy a meglévő projektumokat folytassuk, és hogy záros határidőn belül ezeket a projektumokat befejezzük. Még egy nagyon fontos tétele van a költségvetésnek, amelyet nem említettem, ez pedig a zöld szökőkútnak a rendezése. Ezt a szökőkutat ezt el fogjuk bontani, és egy új szökőkutat fogunk felépíteni, annak érdekében, hogy ez is belakuljon a színház előtti térben, és hogy rendezzük ezt a kérdést, és ugye most ez

fedele van ennek az egész történetnek, és uh, turizmus miatt ez nem egy uh, szép látvány, de, de mivel az idegenforgalmat szeretnénk felfűzni szintén a jövő évi uh, költségvetésünket, ezért a, az ilyen uh, problematikusabb uh, város uh, pontjait uh, szeretnénk uh, felújítani, és egy olyan modern képet kialakítani, amely egyrészt uh, beilleszkedik Szabadka város képébe, másrészt pedig uh, idegenforgalmilag is egy uh, funkcionális egészet fog képezni. Már az előbb említettük, tehát, hogy a népszínház építése is folytatódik, illetve ugye a Palicsi Wellness központi. Ezen kívül munkahelyteremtés? Munkahelyteremtésre a gazdasági titkárság költségvetésén keresztül 15 millió dinárt láttunk elő ezt a pénzt mindig társítjuk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat pénzeivel. Pár adatot szeretnénk csak elmondani, hogy az idei évben több mint száz munkahelyet tudtunk ennek köszönhetően létrehozni. Ugye ennek köszönhetően bonyolítottuk le a közmunkaprogramot, itt 72 foglalkoztatottat tudtunk alkalmazni. Első alkalommal az idén az önfoglalkoztatás, startup célken keresztül itt 20 ember tudtunk foglalkoztatni, és 50 ember tudtunk foglalkoztatni az új munkahelyek, meglévő cégek új munkahelyek Like... megnyitásánál. El kell mondanom, hogy jövőre a közmunkaprogramot azt külön a város fogja lebonyolítani annak érdekében, hogy az alapfizetést azt meg tudjuk emelni, mivel eddig nagyon alacsony mindössze 18 ezer dinár tudtunk biztosítani, de jövőre, ha az elképzeléseink meg megfognak valósulni, akkor szeretnénk a, a minimális jövedelmet biztosítani a foglalkoztatottak számára. Térjünk rá egy másik témára. Zajlik egy határon átnyúló magyar IPA projekt, amelynek a neve OptiBike, és tegnap volt is egy esemény ezzel kapcsolatban. Mi ez a projekt, és mi hangzott el ezen a találkozón? Igen, tegnap volt az első projekt találkozónk, ez egy szakmai tanácskozás volt. Tompa város polgármestere és Ásotthalom község polgármestere vett részt, valamint a szakmai testületek, emberek képviselői. Azért volt erre szükség, mert egy olyan projektről van szó, amelynek köszönhetően Szabadka város területén 7,9 km kerékpárút fog megépülni. Kelebiáról Tompára megközelítőleg 3 km, valamint mint Királyhalmon, Ásotthalon felé 5 kilométer, hogy csökkentjük a határon kialakuló torlódásokat ugyan nyári időszakban. Most már sajnos nem csak a nyári időszakban jelentkeznek ezek a fennakadások, hanem más esetleg téli e, időszakban is, de elsősorban e, olyankor szeretnénk e, megoldani, amikor e, ugye a biciklizés az e, lebonyolítható. Ennek érdekében összefogtunk ezzel a két településsel, és e, egy két és fél millió eurós pályázatot adtunk be. Az Európai Unió 85%-ban támogatja ezt a projektumot, nekünk pedig e, 15%-ot kell kiválasztani. Szabadka esetében ez 810.000 euró a komplett projektum. Ennek a 85%-át támogatásként kapjuk el, a 15-öt pedig nekünk kell lebonyolítanunk, vagyis hogy hozzátennünk. Nagyon fontos, hogy ennek a projektumnak a keretében legkevesebb 25 km kerékpárú tervdokumentáciát is el fogjuk készíteni. Szeretnénk folytatni a azt a bevált stratégiát, hogy Szabadkával összekötjük a kültelepüléseinket. Ha minden jó megy, akkor szeretnénk egy tervdokumentációt csantavír, irányába, egy bicikliút, majdani bicikliútra vonatkozó tervdokumentációt kidolgozni, illetve kispiac felé is ugyanezt meg szeretnénk tenni, valamint a város magjában is, illetve ugye a kisbajmoki vámszabad övezet felé is szeretnénk majd egy kerékpárutat képíteni, de előtte ebből a projektumból a terdokumentációt el szeretnénk készíteni.